Üdv mindenkinek, sziasztok! Zozek vagyok. Elérkezett a várva várt nap. Jó idő is van, van egy kis szabadidőm is, vasárnap lévén. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljövünk és megcsináljuk a lakóautó bemutatását, illetve az úgynevezett deep tourt. Minden apró részletet meg fogunk mutatni nektek a lakóautóról. Illetve egy kis érdekesség, hogy ugye bent vagyunk a lakókocsiknál, mert lakóautó is ugye a telephelyen áll. Nos, kezdjük is először kívülről. Akik követik a csatornát, azok tudhatják, hogy ez egy ex-mentő autó. Az lett átalakítva saját kezem által lakóautóvá. Ez egy 2010-es évjáratú Fiat Ducato, 3000-es dízel motorral, 160 lóerős és automata váltóval van felszerelve. Ami érdekesség, hogy benne hagytam a gyári szirénát, illetve ott van egy rejtett kék villogó. Ez a két első kiegészítő lámpa, ez csak egy ilyen extra esti világítás. Egyébként megjegyzem, hogy voltunk Magyarországon a lakóautóval, és a osztrák határnál este szóltak. Ja, tehát ugye nincs nagyon határellenőrzés, de azért még volt ott ember vagy határőr, aki ugye este késő éjszaka érkeztünk oda, és ugye fő volt kapcsolva a reflektor, és az a két kiegészítő lámpa a reflektorral együtt ugye fölkapcsolódik. És nagy sebben lobbalt kiugrott a kis fülkéjéből, és hadonászva leintett minket, hogy álljunk meg azonnal. Furcsa is volt nekünk, hogy éjfélkor mit keresett egy vámtiszt, vagy hát egy ilyen határőrszerűség, vagy rendőr, rendőrautó állt ott, és amellett volt egy ilyen kis bódé. De lényeg az, hogy szólt, hogy ez Ausztriában nem használható, tehát illegális. Ugye látta, hogy angol rendszám van az autón, tehát nem nagyon kukacoskodott, meg ugye angolul beszéltünk vele, csak mondta, hogy nem szabad használni, Jó, rendben, oké, megértettem. Ha az ember nagyon fél a büntetéstől, vagy a további hátrányoktól, akkor érdemes ilyenkor a biztosítékot kihúzni, ugye a lámpának a biztosítékát kihúzni, és akkor ha fölkapcsolod a reflektort, akkor ez nem fog ez a lámpa is fölkapcsolódni, hát engem nem érdekelt ez különösebben, úgyhogy utána használtuk továbbra is. Értelemszerűen, hogy jön valaki szembe, is lekapcsolva a lámpát, tehát teljesen mindegy, viszont lényegesen sokat segít a tisztánlátásba, úgymond. Most kicsit még az autó koszosítottam ott, ugye használatból, illetve tárolásból eredő kosz van rajta, pókháló itt ott, illetve nincs még teljesen felpolírozva, és nincsen fölmatricázva. Ugye lesz majd az elején egy Cambulance 1 matrica, ott fönt a tetőre lesz fölrakva, illetve a hátsó ajtó lesz még egy Cambulance 1 matrica, az most éppen egy ismerős által van tervezési gyártás alatt. Így néz ki ugye a lakóautó maga. Ugye ez egy hosszú tengelytáv, közepes magasságú autó, úgynevezett L3H2. Nem tudom, mennyire látszik még, de ott a régi ambulansz felirat nyomai felelhetők. Ugye ezért kell majd főpolírozni az autót, hogy ezek eltűnjenek, illetve sokkal másabb sárga színe lesz. Itt régen volt egy extra ilyen oldalra világító kis lámpa, amit belül lehetett fölkapcsolni, amikor még mentő volt. Azt én kiszereltem, mert ugye a burkolat az oda került, illetve hogyha látjátok, vagy be lehet látni a lukon keresztül, akkor ott látszik, hogy ugye faanyag van mögötte, még az is lehet, hogy akár azt a burkolatot egyszer majd kivágom, és valami extra színváltós ledet berakok oda, csak a dizájn kedvéért, hogy lehessen esetleg ezzel is kicsit játszani. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó a különbséget, de a motor asszettő mondjuk most kicsit koszos, de az már föl lett polírozva. Talán látszik, hogy azért a felső rész, ami még nincsen kész polírozás ügyileg, azért annak lényegesen mattabb, másabb színe van. Azt mondja, nézzük először a fülke részét. Amit én nagyon szeretek, ugye itt az ilyen típusú Ducatókban
Citroen Peugeotba, hogy 90 fokban nyíló ajtók vannak, tehát nagyon kényelmesen föl lehet, be lehet szállni. Ilyen hiányosságok vannak még, hogy ide való egy ilyen kis műanyag takaróelem, ez nincs meg, az hiányzik, illetve nekem kell majd egy napellenzőt szereznem, meg majd kell egy teljes padlót letakaró szőnyeget szereznünk, hogy ezek a apróságok, amik ugye most még láthatók, azok ne legyenek majd láthatóak. Az ülés alatti helyet szoktam használni egyébként a szerszámok tárolására. Nagyon praktikus, pont befér a szerszámos láda. Aki nem ismeri a Ducatót, annak a mutatom, hogy... Illetve tulajdonképpen a Fiat Ducato, Citroen Jumper és a Peugeot Boxer az egy is ugyanaz, csak ugye más a elején a logó, illetve a Fiat az más motort használ, mint a Citroen meg a Peugeot. A Citroen meg a Peugeot az a Ford által fejlesztett 2.2-es dízelmotort használ, a Fiatnak pedig ugye van a saját fejlesztésű 2.3-as dízelmotorja, illetve ez a 3000-es. Illetve ezt a 3000-es motort szokták belerakni még a Citroenekbe meg a Peugeotba is. Tehát, hogyha a kisebb motoros választ az ember, akkor érdemes odafigyelni, hogy ne a 2.2-es úgynevezett Puma motort válassza, hanem a 2.3-as Fiat motort, ami úgy értelemszerűen csak a Fiatokban elérhető. Ez egy kis technikai infó volt mellesleg. Pohártartója, ez nagyon fontos, itt is az olcsó verzió, mágneses telefontartó, ez a Verai, illetve 3D nyomtatással csináltattam egy ilyen kis extra pohártartót, illetve apró tartót, illetve itt is van még egy pohártartó, mondjuk ebben csak ilyen csavarok vannak beszórva, illetve én beszereltem egy ilyen 12 voltos USB töltőt, illetve megmaradt a szivargyújtó töltő. Ha ne adj Isten, majd USB töltő kell majd még, akkor ezt is ki lehet cserélni utólag, de egyelőre ez elegendő. Illetve majd ráadom a gyújtást, akkor lehet látni, hogy ez itt középen mutatja az akkumulátor feszültséget, tehát tudjuk ellenőrizni folyamatosan a akkumulátorban lévő áramot. Ugye itt van egy kesztyűtartó, nekünk itt ugye a víztartálynak a kupaké vannak itt, mindenféle távirányító. Ez, kérlek szépen, ez a hátsó ventilátornak a távirányítója. Ez a színváltós LED-csiknak a távirányítója. Ez pedig a belső világítás, van egy pár spotlámpa belső világításnak beépítve, és annak a távirányítója. Illetve itt van a GPS-ünk, aminek a tartója most elfáradt és oda leesett sajnos, mert pont szemből süti az ablakot a nap, és nagyon meleg volt, ezért a tapadókorong elengedte. Szóval ez a normál kesztyűtartó, be lehet csukni, illetve itt van még egy pakolópolc, itt van még egy pakolópolc, illetve amit érdemes megemlíteni, hogy itt van egy ilyen kisebb rejtett tároló. Most ugye erre nincs szükségünk nekünk, egyébként ez egy ilyen páramentesítő zsák, de itt a tárlóba szoktak lenni apróságok, amiket benne szoktunk szórni. Nem mély, de azért nagyon sok mindent el tud nyelni, hogyha arról van szó. Illetve itt van egy napszemüveg tartó is még. Nos, itt egy kicsit módosítani kellett, ugyanis nekünk forgatható ülésünk van, ezért az ülés egy picivel magasabb lett, kb. 5-6 centivel magasabb lett. Nem tudom, mennyire látszik itt, hogy ez maga a plusz, amivel magasabb lett az ülés, mert ez a sín, ennek ide kellett volna jönnie, de ugye ezt beszeretem közé, ezt a lapot, illetve hát az ülés forgatót, és akkor ezáltal lehet az ülést megforgatni. Most egy kézzel nem tudom, így működik a dolog, ember ezt a kis kart lenyomja, és akkor lehet szépen forgatni az ülést. Így néz ki. Na de a probléma itt azzal volt, most visszaforgatom eredeti állapotába, ilyenkor bekattan a helyére, és akkor ugye nem elforgatható. Hogyha mi beültünk, akkor ugye én is, meg a Vera is elég magas, és itt volt egy ilyen felső tároló rekesz, és minden alkalom, amikor kiszálltunk, vagy beszálltunk, akkor beütöttük a fejünket, mert ugye ez, itt látszik a vágás, nem túl szép, majd erre majd dizájn megoldást ki fogunk találni. Ez egészen ide kijött így, erre a részre, és mindig beütöttük a fejünket, úgyhogy ezt én egyszerűen megadottam, mondom, van tárlóink bőven, inkább ebből kivágom ezt a kis szeletet,
és ezáltal ugye ennyivel mélyebb lett ez az egész dolog. Így is még látszik, hogy fölfér egy törlőkendő, meg a verának a napszemüvegtartója, és így legalább nem ütjük be a fejünket. Nálam szintén ugyanez, illetve itt, amit láthatjátok, nekem szét van már nyilván sajnos a sok éves használattól a napellenzőm, és ezeket majd újra szereznem, tehát ezek filléres tételek, itt is ki lett vágva. Illetve itt van az érdekesség, ez a szirénának a hangválasztója, ugye különböző hangokon meg lehet szólaltatni a szirénát. Illetve be van szerelve egy extra kapcsoló a szirénának meg a kékvilógónak, hogy nehogy vetlen menet közben csak úgy megnyomódjon és gondot okozzon esetleg nekünk. Tetőben még láthattok ilyen szellőző nyílásokat, ugyanis van e fölött a tetőpanel fölött egy hatalmas nagy klíma, az még sajnos javításra vár, mert valamilyen alkatrész hiányzik belőle, de pontosan nem tudom, hogy mi. Tehát azt még majd meg kell oldanom. Járó motornál működik sajnos csak, viszont az egész utasteret, illetve az egész lakóteret be tudjuk vele majd hűteni. Továbbá fő van szerelve egy fedélzeti kamera, ugye balesetek esetére ez rögzíti a dolgot, illetve egy képernyő van. Ráadom a gyújtást, akkor talán majd látszani fog. Hát nem tudom, látszik-e a kép. Szóval a lényeg, hogy ez egy hátrafele figyelő kamera, illetve hogyha berakom az autót rückwärtsbe, akkor csippan egyet, és átvált a kép egy másik kamerára, ugyanis kettő kamera van felszerelve hátul, egyik az hátrafele néz, a másik pedig a kocsinak a közvetlen hátulját látja a tolatás miatt. Ha visszarakom üresbe vagy sebességbe, akkor értelemszerűen visszaáll a kép erre a módra. Ezt lekapcsolom a gyújtást, akkor értem szerintem, mivel csak ez egy LCD kijelző, ezért kikapcsolódik. Hát ugye ez a tipikus Fiat kormány, illetve műszerfal, illetve itt van ugye az automata váltónak a váltókarja, illetve van mögötte egy gomb, amit sokan nem tudnak, hogy mire való. Ez arra van, hogyha az ember huzamosabb ideig megy föl nagyobb teherrel egy hegynek fölfele, akkor ezt a gombot benyomja, akkor az automata váltó kicsit jobban kihúzatja úgymond a motort, tehát nem vált föl egyfolytában, meg nem vált vissza, nem vált föl, nem vált vissza ugye a hegymenet miatt, hanem kicsit próbálja konstans tartani a fordulatszámot, hogy ne legyen probléma a hegymenetből. Amit itt láthattok, ez még egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi ilyen fejegysége, ezt még Kanadában vettem, aki nem nézte még végig a csatornámon a videókat, azoknak elmondom, hogy én 2011 és 2013 között én Kanadában éltem 2 évet, és ezt még ott vettem, és akkor, és az akkori autómban használtam, tehát ez most már közel 11-12 éves fejedtség, és a mai napig működik, van benne GPS, rádió, le is kapcsolom nektek, Bluetooth kapcsolat, minden. És hogy mennyire szoktam vigyázni a dolgaimra, az remek példája, illetve ez remek példája, hogyha látjátok, még a gyári védőfólia rajta van a kijelzőn. Kamera itten dumál, hogy nem tud fókuszálni. Tehát, hogy a gyári védőfólia még rajta van a kijelzőn. Azt mondja, hogy nyomjunk egy navigációt. Hát nem olyan gyors, mint a mai fejedtségek, de egyébként maga biztosan működik. Bocsánat, először be kell kapcsolnom. Igen, ilyenkor megnézi, hogy van-e. CD, ez a rádió része. És akkor van ugye érintő képernyős rádió. GPS, Bluetooth zenehallgatás, és egyébként van különböző
csatlakozások még a hátulján, tehát tulajdonképpen ott még lehetne DVD-t is rákötni akár. Így néz ki a GPS, egy régebbi típusú iGo Primo nevezetű, illetve típusú navigáció van rajta. Itt a sarokban van bent a kis microSD kártya, úgyhogy azon tudok térképet frissíteni. Most mióta elkezdtük használni az autót, és beépítettem megint ezt a régi fejegységet, ezért lefrissítettem a legújabb iGo-ra. Úgyhogy most egy új térkép van rajta. Hát elég lassacskán indul el, hát nem egy mai szerkezet, de hogyha egyszer beindult a dolog, akkor nincs vele probléma. Illetve közben meg tudom nektek mutatni ezt a kis okosságot. Ugye vibrál sajnos a LED miatt. Tehát 12,2 volt feszültség van az akkumulátorba. Így néz ki a dolog, ha beindítom, akkor értelemszerűen föl fog menni. És itt van a navigáció. Értelemszerűen magyar nyelvre átállítottam, bár angolul is lenne probléma számomra. De egy teljesen működő, képes dolog. Beszoktam kapcsolni, hogy megyünk valahova, ugye általában ez a mágnes tartja az én telefonomat. Ugye nekem egy ilyen kis fémlap van a telefonom hátulján, és akkor ide föl tudom rakni a telefonom, és ezt szoktam nézni, ugye a Google Maps-et navigál, tehát Google Maps-et használom, mint navigáció, de ez másodlagos térképen nagyon jó, majd, hogy mondjuk valamit hirtelen meg kell nézni a telefonon, vagy fölhívnak, akkor ugye nem látom a navigációt, és akkor ő viszont tovább is mutatja, hogy merre kell mennünk, nehogy eltévedjünk. Úgyhogy itt vannak különböző lejátszási forrás lehetőség, hogy van AUX bemenet, ez a régi fajta nagy USB, illetve SD kártya. Kikapcsolom, akkor pedig visszajön ez a kezdő képernyő. A szemfülesek észrevihetik, hogy egyébként ez mindig automatikusan 2009-ről indul, nem tudom miért, viszont egy fél perc vagy egy perc után beállítja saját magának, gondolom a GPS jelek alapján az időt és a dátumot. Hát az én ajtóm az semmiben nagyon nem különbözik a Verájétól. Annyi vagy enyém sokkal koszosabb, ugye, mert én sokszor szoktam beülni, hogy koszos a kezem mégis egy takarítást majd igényel. De azt gondolom, hogy ez nem befolyásolja funkcionalitását. Itt van a két gomb, az egyik gomb az indítja a szirénát, a másik pedig a kék villogót, amit mutattam az előbb, illetve régen volt a kocsiba gyárilag szerelt légrugó, ezzel lehetett szintet állítani, én ezt kiszereltem belőle, mert nem szeretném, hogy a svájci Alpok kellős közepén valami gebasz legyen a légrugóval, és ott álljak egy pattogó seggű lakóautóval, úgyhogy én kicseréltem sima laprugóra, amit általában mindenhol lehet pótolni, hogy arról van szó, illetve itt van egy, illetve még egy kapcsoló. Direkt kicsit távolra raktam egymástól, hogy tudjam melyik, ugyanis a kocsinak a hátulján van kettő darab LED lámpa, ilyen LED világítás. Az egyik a kocsinak a bal sarkán van, a másik pedig a kocsinak a jobb sarkán, úgy értem szerint melyik sarkot kell megvilágítani tolatásnál éjszaka folyamán. Itt van a tető ventilátor, a tető klímának a ventilátor kapcsolója, amiről beszéltem. Ez egy extra kapcsoló, az annak idején be volt építve az én taposóm műanyagi alatt van egy kábel, le van szigetelve, az kapcsolja ez a kapcsoló. Az én ülésem is elforgatható értelemszerűen, illetve itt kapott helyet pontosan befért kettő darab 130 amperórás munkaakkumulátor, nem lítium akkumulátor, csak normál zselés akkumulátor, viszont lakóautókhoz való, nem pedig autóindító akkumulátor. A kettő együtt ugye 260 amperórát tud nekünk produkálni. Itt van egy extra piros gomb. Előre, sátra. Ebben az esetben nyomják meg a piros gombot, és nyugodjanak békében. Várj! Miért? Ez még a mentő tartozéka volt, ugyanis van egy olyan funkciója itt ennek az autónak, hogyha jár a motor, be van húzva a kézifék, hogyha ezt a gombot egyszer megnyomom, akkor le tudom idézőjelben állítani a kocsit, ki tudom venni a kulcsot, és a motor továbbra is
járni fog. Tehát nem állítja le a motort. Ez egy ilyen funkció, hogyha mondjuk neki kellett ugye a klímát vagy a elektromossághoz nagyobb feszültséget kell biztosítani, akkor ugye a járó motornál ez megvalósítható volt, de ugye a kulcsot nem hagyhatták benne, mert akkor esetleg valaki beugrott, és akkor el tudta vinni a mentőautót. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt a gombot megnyomom, a motor továbbra is járni fog, tehát járó üzemmódban marad, ki tudom venni a kulcsot, be tudom csukni az ajtót, és be tudom zárni. És abban a pillanatban, hogyha valaki, ne adj Isten, mondjuk betörni az ablakot, és beúrik a kocsiba, amint a kéziféket kiengedi, abban a pillanatban hatástalanítja ennek a gombnak a funkcióját, tehát leáll az autó abban a pillanatban. Úgyhogy én nem nagyon használom ezt a funkciót, mert nem nagyon van jelentősége, de a demonstrálás kedvéért megmutatom nektek, hogy hogy működik, csak be kell csuknom ugye az ajtókat. Azt mondja ugye, hogy gyújtás. Beindul az autó. Ugye be van húzva a kézifék, ott jelzi a kis lámpa. Mutatom. És most megnyomom ezt a piros gombot, kattan el elé, és ki tudom venni a kulcsot, ugye az összes műszerfal minden elalszik, viszont hallatszik, hogy jár még az autó. Tehát ki tudok szállni, és be tudom zárni az autót kívülről, és ugyanúgy jár a motor. És most figyeld meg, leengedem a kéziféket, és abban a pillanatban leállt az autó. Tehát ez egy ilyen érdekes biztonsági funkció, és ilyenkor ráadom a gyújtást, és újraindul a dolog. Egyéb esetben, hogyha csak simán kiveszem ugye a kulcsot a piros gomb megnyomása nélkül, akkor ugyanúgy működik, mint minden más rendes autó, hogy leáll egyszerűen. Kinyitom az ajtót, mert iszonyatosan meleg van máma kivételesen. Szóval itt találtuk a zsebek, ezek ugye mindenféle dologgal tele vannak tömködve, ugye értelemszerűen nálam OBD kiolvasó, kesztyű, csavarhúzó, illetve fejlámpa, rágó. Ja, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt nem tudom. Ops, ezt jól hajintottam most egy pillanat, bocsánat. Ezt annak idején én kitaláltam magunknak, ugyanis annyira hülye helyre rakták az autótervezők az ablakmosó folyadéknak a feltöltő nyílását, hogy szinte lehetetlen föltölteni bármilyen töltsér nélkül. Nem tudom, kitalált ezt annak idején ki. Nos, erről beszéltem. Ott van bent az a betöltő nyílása az ablakmosónak, ez itt. Ez, hát ide az ember, ide hogy töltesz be bármit? Hát ezt nem tudom ki, hogy találták ki. És ugye elvileg ezt a nyakat ki lehet fordítani valami módon. De hát fizikailag nem fér ki sehol itt, tehát ez nagyon hülye megoldás. Úgyhogy erre van nekem ez a töltsérem. Ugye ez pont bemegy oda kényelmesen a csőbe. Így mutatom, és akkor itt föl lehet tölteni. Tehát ez ugye azért lényegesen egyszerűbb az élet. Szóval ezzel a töltsérrel szoktam betölteni az ablakmosó folyadékot. Ez ebben a hatalmas zsebben itt elfér. Elég komoly méretű zseb van, illetve itt van még a lakóautónak ugye a csatlakozója. Ugyanis van nekünk egy fő hálózati csatlakozónk itt a kocsi hátuljára felszerelve. Ugye ezzel lehet a kempingekbe csatlakozni a hálózathoz. És ugye ehhez kell ez a speciális átalakító, ami ugye becsatlakozik ide, illetve ezt pedig be lehet dugni egy európai konnektorba, illetve ebből van nekem egy angol is valahol félretéve, de az nincs benne az ajtóban, mert legutóbb ugye Európában jártunk. És ha ne adj Isten bemennék kempingbe, amit egyébként nem jellemző ránk, akkor azért legyen egy ilyen átalakító nálunk. Illetve hát a szokásos autós dolgok, ablaklehúzó, meg ilyesmi. Visszadobom a rágót, szoktam rágózni.
Mind a két ülésem van karfa, az enyémen kettő is, mert én egyszerűen könyöklőmániás vagyok, tehát eBay-ről rendeltem, azt hiszem talán 20-25 font volt darabja, mind a két oldalomban állítható magasságú karfa, hogy kényelmesen tudjak utazni, illetve gyárlag nem volt beleszerelve, úgyhogy én utólag beleszereltettem egy tempomatot, úgyhogy van az autóba tempomat is. Ja, illetve egy fontos dolgot nem mutattam még nektek. Itt van még egy ilyen idézőjelben rejtett tárló, már mennyire ez rejtett, aki ismeri az autókat, az tudja. Rengeteg mindent elnyel ez a dolog, tehát nyugodtan lehet ide kisebb-nagyobb táskákat is akár bepakolni. És ugye ennek a szélére lett föltéve a pohártartónk. Illetve az elmaradatlan fogpiszkáló. Szóval utastérben kb. Ennyi látnivaló van. Hát nem tudom, mennyire lehet érdekes. Elektromos ablak és elektromos tükör. Elektromos tükör nincs benne sajnos, mert gondolom a évek alatt egyszer-kétszer már oda lett csapva, letört, és nem vettek elektromosat 10-20-30 fontért drágában, hanem megvették az olcsó manuális állítást, de hát tulajdonképpen ez egy ilyen kicsit kényelmi funkció, mert egy ember egyszer beállítja a tüköt, akkor utána nem fogja piszkálni. A vezető oldalon úgy hagytam, viszont az anyós oldalra vettem egy elektromosat, hogyha ne Isten a Vera nincs velem és állítanak el a tükröt, akkor tudjam elektromosan állítani. Kipróbáltam, tehát működik, tehát hogyha tulajdonképpen ide is vennék erre az oldalra is egy elektromos tükröt, akkor ezt is elektromosan tudnám állítani. Itt oldalról mi látszik még az autón? Itt is megvan ez a kis ablakocska, ami a másik oldalon is mutattam már nektek, illetve hát ugye itt látszik pont egy vezeték fut keresztbe rajta. Tehát őt megnézzük majd kicsit később létrával, hogyha föl tudok állni valahogy. Itt egyre csak két napelemnek az oldalát láthatjátok. Illetve van nekünk egy rendes kipufogónk az autónak, illetve a kipufogója az állófűtésnek, illetve itt van még ezen az oldalon a szürke víztartálynak a csapja. Tehát itt tudom leengedni a szürke víztartályt. Ez az. Na szóval itt látszik a szürke víztartály. Ez egy direkt speciálisan ehhez az autóhoz, ezekhez az autókhoz, ugye a Fiat Ducato, Citroen Jumper és a Peugeot Boxerekhez kitalált szürke víztartály, 50 literes kapacitással. Meg vannak hozzá speciálisan a fülek, illetve úgy van kiképezve, hogy kövesse az alváznak a vonalát vagy kialakítását mindenhol. Úgyhogy nagyon praktikus, csak föl kell rakni. Ezeket a kis füleket be kell akasztani a lukba. Alvázon ott pont van egy luk, direkt úgy van kialakítva ez az egész tartály. És akkor ezzel a csavarral meg egyszerűen, és anyával föl lehet húzni a helyére. Mindent adnak hozzá, amit én vettem. Az a cég, adják hozzá ezeket a tartókat, ezeket az alumínium színű, ilyen szivacsos hangszigetelő anyagot én raktam rá, hogy ne közvetlen a műanyagot érje a vas. Ez is egy ilyen kis biztonsági dolog csak. Úgyhogy így néz ki a dolog, és ugye ott a végén van a szürke víztartály leengedő csap. Meg van a bekötés a mosogatóból, a másik bekötés pedig, ott láthatjátok, az pedig jön a zuhanyzóból. Masszok alá, így. Tehát itt a zuhanyzóból kijön a cső, és megy be a szürke víztartályba, úgyhogy így lett megoldva a dolog. Ez a légrugónak a kompresszora. Most éppen levegőt próbál termelni, mert ugye a kompresszort magát nem szereltem ki, csak a légrugó részét. Ezáltal sajnos hibaüzenet van a műszerfalon minden indulás után, amit én már egyszerűen megtanultam ignorálni, tehát nem érdekel, tudom, hogy működik az autó attól függetlenül. És itt látszik, hogy a légrugó ki lett cserélve egy sima laprugóra,
és nincsen benne most már levegőtartály. Megvan egyébként a labrugónak az összes szereléke, csövek, labrugó, légtartály, minden. Tehát ha valakit érdekel esetleg, akkor írjon rám, aztán megbeszéljük, adom neki baráti áron, mert nekem úgy sincs nagyon szükségem. Itt látható egy oldalablak, ami egy kicsit trükkös, nem tudom a kamera mennyire fogja visszaadni, de az ablak, hát inkább csak magamat látom, sziasztok, hogy az ablak tulajdonképpen csak idáig tart, tehát látjátok, hogy ez a része, ez csak egy fekete rész, hogy nagyobbnak tűnjön az ablak, illetve itt is látszik, hogy csak idáig tart, és ez megint csak egy ilyen bő arasznyi, fölösleges fekete rész. Hát így mutatósabb az autó, hogy nem csak egy ilyen picike fekete dolog van rajta, hanem egy lényegesen nagyobb. Hát itt a víz, ahogy lefolyt, ugye sajnos látszanak a csíkok, de ezek majd egy automosás alkalmával el fognak tűnni, illetve ugye kapni fog egy porírozást az autónak ezen oldala is. Kívülről mi van még? A hátulja. Itt ugye is vannak érdekességek. Egy tipikusan beázó olasz talján hátsó lámpa, vagy talján bika, bocsánat, illetve pókháló mindenhol, mert ugye szegényként most itt áll már megint hetek óta. Oda lesz föntre a Cambulance 1 felirat, illetve itt is van ugye a két hátsó ablak, van benne tolató szenzor, kettő darab. Ugye ez egy kinyithatós rámpa, nem sokára nem fogom mutatni nektek. Ezt meghagytam, mert leszerelni nehéz, mert ugye teljesen átalakítva a kocsinak a hátsó, alsó traktusa. Tehát ők ugye kivágták a padlólemezt, meg mindenféle dolgokat építettek köré. Meg tudom nagyjából mutatni nektek, tehát így néz ki. Tehát ilyen elég macerás lenne kiszedni, úgyhogy inkább benhagytam. Hátránya, hogy ha vonóhorgot akarok majd valahol fölrakni, akkor ez egy kicsit ilyen macerásabb lesz, de mindenféleképpen meg akarom oldani. Hát nem mai autó, azért látszik, hogy már a matricát kicsit megviselték a idő vasfogai. Illetve amiről beszéltem nektek, a kettő darab LED lámpa, egyik ezen az oldalon, a másik azon az oldalon, illetve itt van a gyárlag beépített kamera. Ez figyeli a kamerának közvetlen a hátulját tolatáskor, ugye ez a pótfék lámpa is egyúttal, illetve ezt a kamerát pedig, ami most be van pókálósodva sajnos, ezt meg én vettem, ez pedig éjszaka is látó, ilyen infravörös ledekkel ellátott kamera, ami pedig a kocsinak a kocsi mögött jövő forgalom mutatja. Tehát tulajdonképpen az a visszapillantó tükör helyett van. Úgyhogy így néz ki a kocsinak a hátulja. Akkor talán kezdjük is innen hátulról a belsejét. Ugye így lehet kinyitni a mentőt. A faanyagok még várnak valamilyen kezelésre, még nem tudjuk pontosan mi lesz velük, hogy lefessük-e valamilyen színre, vagy le legyen fóliázva, illetve hát ugye a régi mentős használatból adódó kisebb-nagyobb kopások vannak rajta, de ez a funkcióját egyáltalán nem befolyásolja. Úgyhogy ilyen kis mágnesekkel odarögzített függöny van, nem szeretem, hogy bemávulnak. El lehet értelemszerűen húzni a függönyt, hogyha arról van szó, és akkor ugye ki lehet nézni, illetve több fény jön be. Ezeket a mágnesokat azért szeretem, mert odafogja a függönyt. Ez az oldalt szintén zenész, illetve hát én most még egyelőre hiányoznak különböző ilyen kis sarokpolcok, meg tartók. Én esténként ehhez a mágnesre szoktam oda tenni a telefonomat, ugyanis, mint láthatjátok, itt hátul van az ágy, itt szoktunk aludni. Ez egy 183 cm széles ágy, 185 talán még, az is megvan, illetve 160 cm széles, ugyanis ebbe az egy dologból én nem voltam hajlandó engedni, hogy én nem akartam egy ilyen 130-140 cm ágyon nyomorogni, mert mondom, hogy ha alszunk, kényelmesen aludjunk, és ezért egy inkább kicsit a lakótérből elvettem, és ezért lett egy nagy méretű ágyunk. Az építéssel kapcsolatos videókban már láthattátok, hogy hogyan lettek rögzítve ezek az IKEA-s ágymerevítők, amik tartják ugye az ágyrácsot, illetve a matracot.
Itt hátul, most ezt nem csavaroznám ki, hogyha nem maragszotok meg rám, emögött a kis ajtó mögött, ami két csavarral van befogadva egyébként, emögött az ajtó mögött van, amit kívülről láttunk, főhálózat csatlakozónak a bekötése, illetve itt van két darab biztosíték, ez a kis tipikus ilyen, mint otthon szoktál látni, ez a lecsapós kis villanyóra kapcsoló. Emögött van, illetve itt vannak a konnektorok, ugye ez 240-es konnektor, ezek áramot kapnak az invertertől, és az inverterben ugye áramot kap a akkumulátortól. Ugye az inverternek az a dolga, hogy a 12 voltot átalakítsa 240 voltá. Tehát itt tulajdonképpen nekem egy 2000 wattos inverterem van, tehát 2000 wattig bezárlak, bármibe tudok dugni a konnektorba, és működik. Illetve, hogyha csak 12 voltra van szükségünk, mondjuk telefontöltő, dróntöltés, valamilyen akkumulátort kell föltölteni, akkor van 12 voltos csatlakozónk. Szintén csak egy ilyen kis kapcsolóval van megoldva, hogyha nem kell, akkor le lehet kapcsolni, hogy egy nem menjen fölöslegesen. Ez pedig nem más, csak egy egyszerű szellőző, hogy a kocsinak a panel mögötti része ne párásodjon be annyira. Itt láthatjátok a ágy alját, ez az úgynevezett garázs, ide szoktunk pakolni. Most ugye bent van a pótkerék, mivel ez a rámpa belett építve, ezért ugye az itt foglalna helyet a pótkerék gyárilag, de mivel ez megszűnt, ezért egy ilyen belső dolog van egyelőre, még majd lehet kitalak valami megoldást rá. De egyelőre itt van, ugye a ablak belső takaró, hogyha olyan helyen éjszakázunk, akkor ezeket a tapadókorongos kis dolgokat föl tudjuk tenni, és akkor teljesen be vagyunk sötétítve, illetve vettünk kettő darab széket. A Go Outdoorba, ez olyasmi Magyarországon a Decathlon talán, inkább kicsit talán mondjuk jobban a túrázásra van ráállva, és ezeket vettük, hogyha kiülünk, akkor tudjunk esetleg pihenni. Nos, mivel egy alapos lakóautó bemutatásról van szó, ezért úgy gondoltam, hogy kiveszem nektek a széket és megmutatom. Ő lenne az. Egy úgynevezett high gear típusú szék. Nem vettük meg a legolcsóbbat, mondom, ne tűrjön össze magunk alatt. Inkább kicsit a drágábbikra mentünk rá, ez jobban ki van párnázva, már mennyire egy ilyen szék ki lehet párnázva, illetve egy nagyon jó kis pohártartó van benne, amire azt írják, hogy hőtartó, illetve hogy berak az ember egy hideg sört, akkor akár a sört is hidegen tudja tartani. Hát így néz ki ez a kis székecske, kényelmesen elférek benne, nem nyomja össze a seggemet, nem szorít, és elég jól ki van párnázva. Akciósan vettük, és a kettő volt együtt, azt hiszem, hogy talán 32 font, tehát ilyen, vagy 30 font, valami ilyesmi, tehát nem egy vészes összeg. Az olcsóbb lett volna, de ez lényegesen masszívabbnak néz ki. Ebből van ugye kettő, egy nekem, egy a Verának. Hoppá, megfordultunk véletlen. Illetve ugye a rámpát szeretném megmutatni nektek, aki még nem látta. Van egy ilyen kis kapaszkodója, ami jó el van dugva egyébként. És úgy számoltam ki direkt az ágyat, hogy pont kicsit neccesen, de ki lehet nyitni a rámpát. És akkor egy ilyen kis rámpánk lesz nekünk. Ezt ugye azért csináltam, mert azért hagytam meg, mert úgy voltam vele, hogy ha egyszer, ne adj Isten, bármit szállítani kell az autóval, akkor ezt a három darab merevítőt, illetve a matracot, meg az ágyrácsokat körülbelül 5 perces munkával ki lehet szedni. Az a hátfal szintén 3-3 csavar, tehát azt is ki lehet szedni, és akkor lesz egy nagyon-nagyon kocsi teljes hosszát felölelő méret, tehát tudunk tulajdonképpen bármi dolgot szállítani. Ugye értelemszerűen csak a szélesség szab határt, ugye ott van a mosogatónak a szekrénye, illetve ott a hűtő és a gázfűző szekrénye, de akkor is a kettő között van kb. 80-90 cm szélesség, tehát hogyha egy ilyen hosszú matracot vagy ágyat szeretnénk elszállítani, ezért még kényelmesen befér, hogyha ki van szedve ugye az ágy.
Az ágy az, arról tudni kell, hogy 160, azt úgy oldottam meg, hogy 2x80 centis matrac van, illetve az ágyrács is 2x80 centibe van megoldva, és itt középen a középső merevítőn van fölrögzítve, tehát tulajdonképpen nem akarnék egy 160x180-as ágyrácsot vagy matracot cipelni, úgyhogy direkt ezért kettőből vettem, hogy könnyebb legyen a mozgatása, hogyha ne agyisten sor kerül le. Hát a B&Q-ban vettem egy ilyen öntapadós padlót, úgymond. Tenerife-n találtam meg ezt először a Vera segítségével, ott alkalmaztam a hálószobánál, és akkor úgy gondoltam, hogy ez ide is nagyon praktikus lehet, ugyanis öntapadós, egyszerű méretre vágni, és nagyon praktikus, mert belül is látjátok. Mint látszik itt is, ugye itt-ott össze van rugdósva, mert be van koszolva a faanyag, ugyanis nincsen még véglegesen lekezelve, tehát nem tudjuk még, hogy mi lesz. Valószínűleg egyébként le fogjuk festeni valamilyen színre, illetve a Vera fogja lefesteni, mert nagyon szeret pingálni. Ezt még nem tudjuk, tehát ez kicsit még a jövő zenéje, de mindenféleképpen le lesz takarítva, és le lesz festve, vagy matricázva. Jó, mi van még itt? Itt első körben hátul mind a kettőnknek van egy éjszakai lámpája. Ez egy olyan éjjeli lámpa, hogy lehet állítani a fényerejét. Hát most nem tudom, mennyire fogjátok látni. Már próbálom mutatni. Hát nem sok változás van, most így nagyon látszik. Hát talán látszik valamennyire. Tehát el lehet halványítani egészen. Ha az ember hosszan nyomja a gombot, ha meg egyszer röviden megnyom, akkor meg elalszik és kikapcsolódik. És fölállítom a legmagasabb fényerőre, de egyébként az a tapasztalatunk, hogy a legalacsonyabb fényerőn is bőven elegendő. Ez direkt ilyen olvasó lámpa, hogy oda hajtogatja az ember, ahova akarja. Tehát úgy is hívják, hogy Swan-nek, tehát hattyú nyakas lámpa. Illetve még extra dolog benne, hogy van az alján egy USB töltő, ami akkor is áram alatt van, hogyha a lámpa nincs bekapcsolva, tehát be lehet dugni egy telefon töltőt, vagy akármit ide. Hát nem vagyok bútorasztalos, tehát azért itt hagynak a dolgok némi kivetni volt maguk után, de minden funkcionálisan működik. A következő dolog, amit láttok egyelőre itt, illetve ezt majd inkább lehet, hogy belül mutatom meg nektek. Igen, inkább belülre ott, ha majd bementünk. Idén felszereltem, ugye én ledszallagmániás vagyok a váltakozó szín miatt, meg hasonló őrültségek, úgyhogy felszereltem ide körben egy LED szallagot, aminek elő van a vezérlője, azt is mindjárt bentről megmutatom nektek. Illetve ami fontos még, ez a hátsó tetőszellőző, ami ventilátoros és szúnyoghálóan ellátva, ezt lehet nyitni, csukni, illetve különböző fokozatban lehet állítani a ventilátort, hogy kifele szívja a levegőt, vagy pedig befele fújja. Vagy befele szívja, kifele fújja, tehát ez éppen kinek hogy szimpatikus. Ennek mutattam a távirányítóját. Azért is szereltem ide hátulra ezt, mert hogyha látjátok, akkor az ágynak az a vége elég messze van, nem nagyon lehet elérni kézzel, csak innen hátulról, vagy az ember fölmászik az ágyra. Ezért döntöttem úgy, hogy a távirányítós lesz, de egyébként lehet innen is kezelni. Ha azt mondom neki, hogy nyisd ki, akkor figyelj! Látod? Kinyitja az ablakot. Nem tudom, kamera remélem, hogy jó helyre néz, illetve be tudom csukni. Ez nagyon praktikus, illetve van benne esőérzékelő, ami azt jelenti, hogy ha kap egy kis párát az érzékelő, akkor automatikusan bezárja az ablakot. Nagyon meleg van benne egyébként, kicsit átszellőztethetnénk a kocsit. Ugye ezek a 12 voltos ventilátorok, ez is, meg az első is, ott is van egy elől. Ezek a munkaakkumulátorok működnek, és itt lehet látni a piktogramokon, hogy kifel szeretnénk nyomatni a levegőt, vagy beszeretnénk szívni. Hát én mondjuk most menjünk kifele. Egyes fokozat, kettes fokozat elég lesz. És szépen bekapcsol. Ha ne adj Isten, valami gebasz történik, és nincs áram a lakóautóban, ugye a ventilátor értelemszerűen leáll, de hogy ne maradjon nyitva a tetőablak, ezért van egy ilyen manuális tekerő gomb is rajta. Megint a fókuszálásra van, nyugi a kamerának, bocsánat. Tehát van egy ilyen tekerőgomb rajta, tehát kézzel is be lehet zárni a tetőablakot. Ezt most én hagyom, hogy szívja a levegőt. Nem, bocsánat, befele nyomja.
rossz irányba kapcsoltam be. Nem jó irányba van, igen. Egyébként nagyon kellemesen megforgatja a levegőt, hogyha a másik is be van kapcsolva, a kis társa, akkor egy ilyen cirkulációt tesz az egész lakóautón keresztül, és nagyon kellemes idő tud lenni benne. Hát itt hátul vannak szekrények, ugye ezt is mindent én csináltam, ezeknek sincs még a végleges színe vagy borítása, de funkcionálisan működik. Beraktam két ilyen kis teljesítményű gázrugót, 100 newtonos darabja, kettő van belőle. Ez ilyen kicsit nagyobb tárló, rekeszecske, ide szokta berakni a cuccait, mágnes tartja bent, tehát azért volt ez a kis cuppanós hang. Itt ez a tipikus nagymamánféle széle szekrény mágnes, vagy szekrény ajtó mágnes, illetve van egy ilyen kis szivacsos dolog ide felszerelve, hogy ne nagyon halljuk a zörgést, hogyha arról van szó. Ez a része a szekrénynek nincsen ketté osztva sem keresztben, sem magasságban, úgy mint a másik. De egy ekkora tárolóhely van. 30 mély és 40 centi magas, tehát elég sok mindent el tud nyelni. Illetve azért van csak ezen az oldalon, mert ugye nekünk itt a lábunk van, és akkor nincs zavarva, hogyha fölkelnénk, akkor mondjuk nem vágjuk be a fejünket. Azért is van, hogy ezen az oldalon, itt a fejünk fölött nincsen szekrény, hanem neki tudunk akár dőlni a falnak. Tervem még egyébként, hogy valahova föl fog szerelni egy televíziót, ha más nem ennek az ajtójának a külsejére, vagy pedig ide alulra egy leadható képernyőt, és akkor fogunk tudni tévézni, mert az még nagyon a jövő zenéje, tehát még meglátjuk, hogy lesz, mint lesz. Úgyhogy a rámpa egyelőre az megmarad, és akkor nézzük a kocsinak a többi részét. Ugye itt szintén van egy nagynak tűnő oldalablak, tehát itt is tulajdonképpen lehet látni, hogy oldalról nézzük, hogy nem az egész ablak van, hanem itt is csak eddig ér, sőt itt még valaki valami trükköt alkalmazott, nem tudom, ügyből kifolyólag, látjátok, hogy az ablaknak itt vége van, és még extrába fölraktak egy ilyen 10 centis matricát, itt meg is van sérülve egyébként egy kis helyen a matrica, tehát nem tudom, hogy minél nagyobb fekete felület legyen az oldalán, gondolom, hogy nagyobbnak tűnjön az ablak, illetve itt van ugye a tolóajtó, ezen van egy picike elhúzható oldalablak, sajnos ez csak egy ilyen egyszerű módon tudtam megoldani, mert nincs meg a zárszerkezete, tehát egy kézzel tekerhető csavar van betekerve, hogy ne bírják elhúzni kívülről, de belülről, hogy kitekerjük a csavart, akkor el lehet húzni az ablakot. Érdekesség az autónak itt a fellépő, ugye ez egy sima egyszerű manuális fellépő, ember megnyomja itt a fekete részt, és szépen kijön magától, illetve hogyha benyomom, akkor meg bennmarad. Tehát semmi extra, csak hogy ne kelljen akkorát lépni. Ilyen egyszerű módon van megoldva. Nem kell elektromosság, meg mindenféle fancy dolog. Ez itt a reklám helye. Itt látszik a solar panelnak a másik oldala. Ugye a craigsolar.co.uk weboldalról vettem. Egy nagyon segítőkész egy személyes vállalkozás, úriember ezzel foglalkozik, hogy napelemeket és a hozzátartozó dolgokat árulja. Nos, itt van a lakóautónak a teteje. Kicsit át kellett parkolnom, hogy meg tudjam nektek mutatni fölülről. Így néz ki. Bár azt hiszem, egyébként van drónfelvételem róla, nem is tudom, miért nem azt tettem be. Lényeg, hogy ott a hátsó tetőablak, az a kínai, ami távirányítós. Illetve van kettő darab panel. Ez a hátsó, ez 330 wattos napelempanel. Itt van az első tetőablak, ami ugye kézzel lehet csak nyitni, zárni, illetve itt még egy kis festés hiányzik, mert azt a fémlemezt majd sárgára szeretném lefesteni idővel. Most még is a tesztelési fázisban vagyunk, hogy beázik-e vagy nem, de úgy nézem, hogy nem. Illetve itt a másik napelem, ez pedig 250 wattos, tehát összesen a két napelem tud nekem termelni 580 wattot. Illetve itt látszik a
két tetőátvezető, illetve a napelem rögzítés is látszik, hogy csavarral és ragasztóval is megvan oldva. Dupla biztonság, úgyhogy nem akartam semmit a véletlenre bízni. Hát más már nem nagyon férne a tetőn, mint látszik. Picit nagyobb napelemet akartam előre is, a 250 wattos helyet akartam 330-ast, csak ugye az méretében pont annyival nagyobb, hogy már nem éreztem volna komfortosnak, túl előre lógott volna, és legjobban alákap a szél, és azt nem szerettem, hogy gond legyen belőle. Így pont látszik, hogy még a 250 wattos kényelmesen elfér, nincs vele probléma, nagyobb sebességnél se. Németországba volt, hogy mentünk ilyen 170-180 körül a lakóautóval. Nem véletlen vettem a 3160 lóerőst, és ott sem volt semmi különösebb probléma, illetve szélzaj sem jelentős. És akkor, ahogy ide is van írva, a nyitáshoz húzd és csúsztasd. Tadám! Nos, ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha megnéztétek és velem voltatok eddig. Ha bármi kérdésetek van, akkor lent a komment szekcióban tegyétek föl. Megpróbálom megválaszolni. Ha bárkinek bármilyen észrevétele, tapasztalata van, akkor azt ugyanúgy a komment szekcióban légy szíves írjátok le, nem csak kérdéseket lehet föltenni. Köszi még egyszer, itt voltatok velünk. Reméljük, hogy tetszik a lakóautónk, és a utazásaink során is velünk lesztek. Sziasztok!